Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége dr. Kanász Nagy László, a Karcagi Kátai Gábor Kórház kardiológus főorvosa, a 2. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én köszönöm a meghívást, a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Indítsuk a beszélgetést azzal, hogy ön nem karcagi születésű. Hogyan került településünkre, mi vonzotta Karcagra? Igen, hát nem vagyok tőzsgyökeres, bár ezt lehet, hogy néhány évtized után az ember kiérdemelheti, nem tudom. Szentesen születtem, tehát a Dél-Alföld vidékén mezőgazdászként dolgoztak a szüleim, mind anyai, mind apai ágon, amit aztán ugye szétzilált a II. Világháború és annak következményei. Édesapám mindennel próbálkozott, mindenféle, vagy 4-5 szakmát kitanult, miután a földjeit elvesztette, és hát a végül Nádudvarra kapott állást, az ott kiépülő Vörös Csillag mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Ő agrár egyetemet végzett Pallagon, és hát ide követte aztán a család is. Úgyhogy Nádudvaron töltöttem az általános iskoláimat, aztán ott se sokat voltam, mert már gimnáziumban, kollégiumban laktam Hajdúszoboszlón, és aztán ugye az egyetemi évek pedig Debrecenbe kötöttek. Az egyetem alatt már házasságot kötöttünk, sőt a nagyfiam Laci megszületett, úgyhogy már a végzéskor arra kellett törekedjek, hogy olyan helyre kapjak állást, olyan helyre tudjak jönni. Feleségem egy évvel később végzett, tehát olyan helyre kellett jönnünk, ahol talán lakáskilátások is vannak, hiszen akkor nem nagyon voltak, ahogy szülői háttér az nem tudta megoldani ezeket a lakhatási problémákat, úgyhogy a kollégiumból valahova jönnünk kellett. És hát végigjárva a környék kórházait, a zsemberi főorvos úrral találkoztam, ugye itt a Karcagi Kórházban, aki meg is ígért és meg is valósította, hogy egy év leforgása alatt sikerült önkormányzati bérlakáshoz jutnunk, és akkor a családunk ide költözött, akkor már ugye hárman voltunk. Megtetszett a város is. Igaz, hogy nincs messze Nádudvartól, de nem sokkal, egyszer voltam életemben, azt hiszem, addig Karcagon. És hát a kórház mellett láttam egy nagyon szép teniszpályát. Az nyerte meg a legelőször a tetszésemet, mert akkor nagyon szerettem teniszezni az egyetemen, ezt műveltem. És ez egy olyan vonzó erő volt, hogy végül is emellett is arra döntöttem, hogy Karcagra jövök, és hát itt vagyok 41 éve. Szakmai munkájában milyen feladatokat lát el településünkön a kórházban? Hát ugye nagy részt a kórházban, ugye teljes munkaidőben ott dolgozom. Már 1983 óta, végzésem óta. És mindig a 7. emeleten dolgoztam. Az osztály közben alattam változott, új emberek jöttek, új főorvosok, végül én maradtam ott a főorvos, és hát végül már egyedül maradtam, szóval ez a történet köre. Hát ugye belgyógyászati osztályon, Selmeci főorvos úr osztályán kezdtem el dolgozni, ott diplomáztam belgyógyászatból 1988-ban, aztán Szabó János igazgató ideje alatt már a rendszerváltás idejében, annak az időszakában úgy nyílt arra, hogy elmenjek kardiológiát tanulni 2 évre Debrecenbe, és 1994-ben szakvizsgáztam kardiológiából, és azóta csinálom a kórház kardiológiai ellátását, először is hát ugye ambuláns ellátások keretében, tehát szakrendelés keretében, ami természetesen folyamatosan továbbra is van, és akkor 2012-ben nyílt mód arra, hogy kardiológiai osztály is létesüljön a kórházba egy struktúraváltás kapcsán. Elsősorban a rehabilitáció
irányába kiélezett struktúraváltás volt, ez akkor jött létre a mozgásszervi rehabilitációs osztály is, és kardiológiai rehabilitációs osztály is. Hát még a mozgásszervi rehabilitáció mindig működik, és hát a kardiológiai osztályt viszem még tovább. Hát magárendelésem is van nyilván, amit még a kórházi rendelésen, kórházi munkán kívül meg tudok oldani. Közben üzemorvos is lettem, üzemorvosi szakvizsgám is van, és ezt is praxisként üzem a üzemorvosi ellátást. Mit tapasztal ezen a területen, hogy az embereknek a szív- és érrendszere mennyire van jó állapotban? Hát ez elég nehéz kérdés, nagy kérdés. Nagyon nincs jó állapotban az emberek szív- és érrendszere. A legnagyobb baj az egészségtudatosság hiánya ma Magyarországon. Több hiányosság is van az emberek hozzáállásában, de az egészségtudatosság az egyik legnagyobb hiba. Tehát nem úgy éljük az életünket, hogy számítsunk arra, hogy ez azért a életmódunk gyökeresen meghatározza az életkilátásainkat is. Nem beszélve, hogy az elhízás a legnagyobb probléma, ami most már szerintem Európában vezetjük a ranglistát az elhízás mértékében, a lakosság körében. Nagyon sokan dohányoznak, ami a másik komoly gond, az alkohol, és hát inkább ezek a kábítószerszerű és egyre kártékonyabb, egyre rosszabb anyagok, amiket sajnos a fiatalok nagyon korán megismernek, és hát borzasztó sok egészségügyi probléma forrása. Nyilván itt a mentális egészségre is ki lehetne térni, hogy az hogy sérül ezek miatt a dolgok miatt. Ez mind kihat az érrendszeri állapotunkra is, tehát nagyon korai a érelmeszesedés és annak következményei a magyar átlag népességben. Nem állunk jól Karcagon. Tehát a Karcag is azt lehet mondani, hogy a magyar átlagnál még rosszabb szinten áll. Nagyon sokat teendő, nagyon sok mindent, érrendszeri szűréseket kellene csinálni. Most elkezdődött azért a házi orvosi rendszernek egy kicsit a felfejlesztése ilyen irányban, hogy módjuk van komplexebb szűrővizsgálatok elvégzésére is a praxisban, hiszen ez az alapvetőleg fontosabb, hogy az alapellátás legyen megalapozva ezekkel a módszerekkel, fegyverekkel, amikkel ugye korán lehet észlelni a jelenszeri betegségek rizikófaktorait is, ezeket megfelelően kezelni, nem indítani. A kezelést nem mindig a gyógyszerekből áll, hanem az életmódból, ahogy mondtam, és az a betegség felismerése és az egészségtudatosság megtanulása. Ezt már az iskolába el kellene kezdeni. Ebben is azért kicsit hátul kullogunk. Térjünk át egy másik területre. Ön képviselőként is dolgozik. Mióta vesz részt a helyi önkormányzat munkájában? 2015-ben, ugye 14-ben volt az önkormányzat is soros választás, amikor ugye Kovács Sándor lett a képviselője a 2. választókörzetnek, de őt a megyei közgyűlés elnökének is megválasztották, és az új törvények értelmében ez összeférhetetlen volt a két funkció ellátása, így keresni kellett valakit, aki a 2. választókörnek a képviselője lesz, és hát én rám gondoltak Dobos László akkori polgármester úrral együtt, és akkor egy időközi választás volt 2015 tavaszán, és akkor azt megnyerve lettem én a képviselője ennek a 2. számú választókörnek. És milyen feladatokat lát el pontosan? Hát nyilván az általános feladatok, amik a képviselőséggel járnak, ezen felül ugye bizottságok működnek az önkormányzati munka gördülékenyebbé tétele, pontosítása érdekében. A bizottságokban
már az önkormányzati testület elé kerülő napirendi pontokat átrágjuk, megtárgyaljuk. A bizottságoknak az az előnye, hogy nem csak önkormányzati képviselők, hanem választott polgárok a városból szakterület szerint tájékozott és rutinnal rendelkező polgárok is részt vesznek, mint nem képviselő tagok, és egy szélesebb körben tudjuk a önkormányzati testület elé kerülő jogszabályokat, napirendi pontokat megtárgyalni. Én az ügyrendi és jogi bizottságnak vagyok a vezetője, elnöke, és hát itt ennek a bizottságnak a munkáját is végzem. Az ügyrendi bizottság elsősorban a önkormányzati testület elé kerülő hát rendeleteknek, a rendelettervezeteknek a megtárgyalásával foglalkozik, és ezeket véleményezi, terjeszti, vagy nagy ritkán nem terjeszti az önkormányzati testület elé. Legfőképpen a visszatérőbb ugye a költségvetésnek a megtárgyalása, ami minden negyed évben a önkormányzati testület elé kerülő téma, de egyéb rendeleteknek, a minden önkormányzati rendeletnek a elfogadása előtt megtörténik egy jogi, ügyrendi átvizsgálása is, mert más bizottságokban is esetleg napirendre kerülnek ugyanezek a feladatok. A ügyrendi és jogi bizottság ezen kívül még a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, a képviselők, vagy éppen a bizottságok nem képviselő tagjainak a összeférhetetlenségével, ne adj Isten méltatlanságával, ha ilyen adódna, kell foglalkoznia. Népszavazási kezdeményezéseknek a beterjesztését kell véleményezni. És hát persze minden olyannak foglalkozik a bizottság, amit a képviselőtestület ráruház és megtárgyalásra kéri a bizottságtól. Nézzük magát a körzetet, ugye ez a kettes számú választókerület, amiről szó van, ahol ön képviselő jelenleg. Milyen fejlesztések valósultak meg az utóbbi időben? Hát az elmúlt 5 év fejlesztéseit összefoglalva azt mondhatom, hogy egy elég hát zűrzavaros időszakon mentünk keresztül. Ugye 2019-ben volt a választás, amikor mi mit sem sejtettünk arra, hogy fél év múlva a Covid-járvány söpör végig a világon, és 2022-ig ki is húzta magát ez a mind a önkormányzati munkát, mind a erőforrások átütemezését igényelte, ugye ez a rendkívüli havária helyzet. Sok terv, ami akkor tervként indult, az nem valósulhatott úgy meg, illetve éveket késtek a beruházások, ugye, de alig lett vége ennek a Covid időszaknak, jött a ukrajnai háború, jött a migráns válság, ami már ugye 2015 óta húzódik, és egyre komolyabb problémát jelentett, egyre nagyobb költségeket jelentett az államháztartásnak is. Tehát a költségvetési lehetőségeink azért nehézkesek voltak, de mégis azért az időszak végére beindultak a fejlesztések, amik néhány évvel korábban már betervezettek voltak. Látjuk, milyen szépen alakul az Erzsébet-ligetnek a kialakítása, most már tényleg egy nagyon vonzó helyé vált, és hát ebben az időszakban sikerült ezt megvalósítani. Ami a kettes választókörzetet érinti, itt talán a egyik kiemelendő a közvilágításnak a fejlesztése, ami természetesen a városban is megtörtént. Város széli körzeteknél pedig ugye néhány új világító eszköznek a telepítése is megtörtént. Ez mindig az igényeknek megfelelő. Ahogy terjed a város, terjeszkedik egyre több ilyen igény merül fel, ezeket igyekeztünk megoldani. Ugye a város határ útjai vannak a legrosszabb állapotban, ugye itt főleg a nagyvénkerti útak, illetve a kisvénkertnek a murva útjai okozzák a legtöbb gondot. Ez egy folyamatos
rendrakást igényel, sajnos a nehéz járművek a kis fénykertben a mezőgazdasági művelések miatt nagyon tönkreteszik ezt a utat, és sokszor keresik a lakosok a képviselőjüket, önkormányzatot, hogy feltöltésekre van szükség, rendbe kell tenni, járhatóvá tenni, kell tenni az utakat. A Nagyvénkertben ott a negyedik Béla király útja az, ami olyan szélső, utolsó út, aminek még a burkolata feltöltésre vár, előbb-utóbb majd burkolattal is el kell látni, tehát ennek ezekkel kell foglalkozni. Sikeresen megvalósult a nagyvénkerti sétány, hogy úgy mondjam, tehát a kórháztól a nagyvénkerti lakótelepre kivezető utat, ami hát elég kellemetlen volt a babakocsit toló mamáknak, de most már végig lehet tolni ugye a babakocsit, hogy nem ébredt fel a gyermek benne, mert kényelmes, egyenletes, szép kivételű sétányt lehetett kialakítani. Az előző ciklusban ugyanitt a Kosárliget létrejött, és a Kosárliget mellett egy kültérjegyző pálya is sikeresen megvalósult pályázati pénzekből, és nagyon népszerű ez a része a városnak, mindenhonnan járnak ide sportolni a fiatalok, úgyhogy hát meg növelte a élhetőségét ennek a nagyvénkerti lakótelepnek ez a beruházás. Az utak felújítása mindig téma. Ebben az időszakban sikerült a Damjanics utcának a keleti végét, a Napsugár út felé eső részét felújítani, és hát a Füredi útnak a utolsó szakaszát azt nem a legjobb minőségben, nem ebben a minőségben, de ezt is sikerült járhatóvá tenni, és ezzel talán a körzetben az utak járhatóságát azért elfogadható szintre tudtuk emelni ebben az időszakban. Hát természetesen a kátyuk javítás az minden évben téma, ez mindig az egész városban nyilvántartást vezetünk a kátyukról. Ezt a közterületfelügyelők nagyon aprólékosan is hát nagy gonddal írják össze, és ugye ennek a megoldását be kell tervezni a költségvetés idei évi pénzügyi eszközei közé, és hát ezek elvégzése is természetesen minden évben megtörténik. Hát ugye vízzel van a legtöbb baj, ott a hegyek vannak, ott azért, mert ott zúdul le a víz, vagy éppen nem zúdul, ahol a síkvidék van, ott meg vagy van víz, vagy nincs víz, de pont elég víz sosincs, ezt a mezőgazdászoktól tudjuk, hogy még nem volt, hogy a víz pont megfelelő mennyiségű lett volna. Hát ugye az időjárás nagyon szélsőséges manapság, és mindenre föl kell készülni, az aszályokra is, illetve a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékra is. Emlékszünk még, milyen nagy árvizek tudnak lenni a Kacsó utcán, vagy éppen itt hát éppen a stúdió előtt, a BHG előtt is ugye volt már, hogy állt a víz, és tengerré változott a utca. Az elmúlt időszakban sikerült a csapadék elvezető rendszernek ezt a keleti katolikus város öblözetét egy nagy beruházással rendbe tenni, megfelelő lejtéssel, megfelelő betonelemekkel sikerült a vízelvezetés korszerű és biztonságos módját kiépíteni. Ez a öblözet, ez részben a Fanzugra is ráterjed, a György István utcáig terjedő területet érintette ez a beruházás, elsősorban a Lehel utcán, a Kiggyó utcán kivezető árkok, csatornák megépítése volt, és hát a Szent István sugár útnak a területén is az árkok rendbetétele volt szükséges ahhoz, hogy a Kossuth utcán, a Szent László utcán kivezető árkokkal ugye megoldják ennek az egész városrésznek a vízelvezetését. Hát várjuk
a nagy esőket, hogy hogy fog szerepelni ez a beruházás. Reméljük, hogy nem lesznek árvizek most már ezen a területen. Ugyanez a csapadékvízelvezetési probléma megvan a 4-es választókör területén, tehát a Nagyvénkertér lakótelep, főleg a kertvárosi területnél, hiszen ott úgy történt az infrastruktúra kiépítése még a parcellázáskor, hogy a csapadék elvezetésre nem gondoltak. Tehát ott egyáltalán nem történt árkosítás, sem csatornázás ilyen irányban, úgyhogy ott áll a víz. Tehát ott komoly gond mindig a csapadékvíz felgyülemlése. Most már, hát már az idei évben tervben volt, hogy ennek a kivitelezési munkái megtörténnek egy pályázat keretében ennek az egész lakókörnyezetnek, a kertvárosnak a csapadékvíz elvezetése meg lesz oldva. Reméljük, hogy maradéktalanul és jó minőségben. Hát ebben az időszakban 2023-ban létesült végül a Nagykun látogatóközpont hasznosítására Györfi Sándor munkács és Kossuth Díjas szobrászművészünknek egy állandó kiállítását sikerült megvalósítani, ami szintén a fanzui körzethez tartozó beruházás is népszerű, és azt hiszem, hogy a városunk kiváló szobrászának egy nagyon, nagyon impozáns stúdiója alakult itt ki. Hát ugye megvalósult végül a belvárosi kerékpárút, ami szintén ugye húzódott, de végül csak a végére értünk meg, sikerült ezt a beruházást is oldani, végezvinni, úgyhogy a belvárosi kerékpár közlekedés az azért biztonságosabbá vált, de mindenkit nagyon kérek, autósokat, bicikliseket, ugye, hogy az átkelők, amik ugye nem lehetett elkerülni, hogy kereszteződéseket kell áthidalni ezzel a kerékpárúttal, és nem mindenütt a kerékpárosnak van elsősége, hanem a autósnak van elsősége, tehát figyeljünk oda közlekedéskor, mindenki legyen észnél, hogy halad át a köves úton, vagy hogy halad át az autós a kerékpárúton. Hát bővültek a térfigyelő kamera rendszerek, hál' Istennek, ami már egészen jól lefedi a belváros is külsőbb területeknek, a közterületeknek a megfigyelését is. Működik ugye a fűnyírási program évek óta. Segítünk azoknak, akik önerejükből nem tudják a lakó területük előtti közutakon eltakarítani a füvet, vagy a rokonság segítők környezetében sincs olyan, aki ezt meg tudná nekik oldani, ilyenkor a városgondnokság segítségével ezeket az ingatlanok előtereit fűnyírók letakarítják. Hát ezen kívül ugye sok egyedi igény van, amit a fogadóórákon ugye hall az ember, és megpróbál teljesíteni olyan egyedi kívánságokat, amik hát egy-egy lakónak a környezetére vonatkozott, nem is egy átfogó beruházást, intézkedést igényel. Aztán ezeket vagy lehet teljesíteni, vagy nem. Az idő eldönti. Hát körülbelül ilyeneket tudnék említeni az elmúlt 5 év történéseiből. Milyen elképzelései vannak arra az esetre, hogyha újból megválasztják a körzet képviselőjének? Mindenképpen hát folytatni kell a megkezdett beruházásoknak a végrehajtását. Itt ugye említettem a Nagyvénkerti kertvárosnak a csapadékvíz elvezetési rendszerének a kiépítését. Ezzel a pályázattal együttemben a szintén a Nagyvénkerti lakótelep körül kialakításra kerülne egy gyermekjátszótér is, ugyanis a Kossárdiget és a edzőpálya egy kicsit a
nagyfiúknak lett játszótér, és a kicsiknek egy kicsit visszaszorult ez a lehetőségük, és ezért egy gyermek játszótér kialakítása is sor kerül. Lesz még ebben a beruházásban közút fejlesztési rész is a kórházig terjedő területen. Hát a vízelvezető rendszereket nem csak a Kertvárosban, hanem a belvárosi részeken is ugye rendszeresen karban kell tartani az árkokat, átfolyókat, ezeket meg kell oldani. A meglévő játszótereknek a karbantartása, felújítása szintén fontos feladat. A szennyvízhálózat majdnem teljesen kiépített, de például a Damjanics utca nyugati végében még nincs meg ez a részben a lakók együttes beleegyezésére várunk, illetve azt a lehetőséget keressük, hanem is az idei évben, de minél hamarabb, hogy itt is meg lehessen oldani a szennyvízcsatorna kiépítését. Hát ugye a zöld területeket óvjuk, a közmunkaprogram eddig még mindig sikeresen segítette azt, hogy a közterületeknek a tisztaságát, rendben tartását el tudjuk érni. Fontos feladat lenne a zöld fa és a Dózsa-György utcának a felújítása. A Dózsa-György utat a közút kezelésébe tartozó utcakasz egyébként, tehát a közút már ígéretet tett, hogy amint lehet, amit odaér ugye a pénzügyi lehetőségekkel, akkor ezt a teljes útszakaszt felújítanák. Az zöldfa út felújítására szintén van ígéretünk, ami lehetséges, hogy ebben az 5 évben már meg tud valósulni. Hát attól függ, mit hoz ez az 5 év, még ugye az előző 5 évet se tudtuk, hogy mit hoz. Reméljük már ilyen szörnyűségeket nem, mint amit átéltünk. Nagyon fontos lenne a közúti tömegközlekedésnek a felülvizsgálata. Nagyon sok panasz van a buszjáratokkal kapcsolatban. Ugye a helyi buszközlekedést az gyakorlatilag a helyközi buszjáratokkal a Szolnoki Valán oldja meg, és hát ennek a megoldása bizony eléggé hát ilyen lehullóban történik, tehát bejönnek a helyközi buszjáratok, körbe szaladják a város néhány utcáját, aztán kimennek az állomásra, ott várakoznak valamit, aztán vagy jön vonat, vagy nem, de ők elmennek, ahogy a menetrendjük ezt ígéri, vagy igényli. Nagyon sokszor járnak pórol a késő vonatokkal érkező utasok, és mire kiérnének a peronról, addigra a busz eltűnik. Tehát ez elég bosszantó, és hát maradnak a taxisok. Erre valami más megoldást kell találnunk, ezen gondolkodik az önkormányzat, hogy valahogy más szervezésben kellene a városi tömegközlekedés igényeit kielégíteni. Hát ugye továbbra is feladat Kisvénkert hozzám tartozó területe, meg hát a többi képviselőhöz is tartozó területeken az utak karbantartás az mindig egy minden évben előkerülő feladat, erre pénzügyi lehetőséget mindig keresni kell. Egy városi futópálya létesítése van folyamatban, ami szintén nagyon jó beruházás lesz, és hát az egészség megőrzésnek egy fontos momentuma lenne, ha jól kihasznált futópályát tudnánk üzemeltetni, működtetni, meg hát elsősorban létrehozni. Még egy sarkalatos téma, aminek talán még nehezebb a végére járni, az a utcai hulladékgyűjtő kihelyezése talán még nagyobb odafigyelést igényelne, még több helyen, még több kukát kellene létesíteni, fenntartani, elhordani. Nagyon rossz a bizonyos
néprétegek, vagy bizonyos életkorosztályban a köztisztasággal kapcsolatos morál, hozzáállás. Rendkívül sokan szemetelnek a városba olyan helyeken, ahol végülis lenne is hova tenni a szemetet, de nem veszi a fáradtságot, hogy ezt megtegye. Látjuk, hogy az iskolába járó utakon szétszórják, az árkokban landolnak a zacskók és egyéb göngyölegek. Nincs meg a megfelelő higiéniai igénye a fiatalságnak, meg sajnos az idősebb korosztálynak sem mindig. Hát erre is hát részben programokat kellene kidolgozni, amik hát az általános iskolai nevelés részévé kellene, hogy váljon, hogy igényünk legyen erre a köztisztaság fenntartására, mint hogy saját higiéniánk fenntartására is van, meg a közvetlen környezetünkére, egy a városére is azért felelősséggel kellene odafigyelni. A legkisebb gyermekek, óvodások még teljesen normális dolognak tartják, hogy a szemetet nem szórjuk szét, de az iskolában ez valahogy elromlik. Ez egy nehéz probléma. Megfelelő nevelési módszereket kellene erre kidolgozni. Az idősebbekkel szemben pedig hát a közterületi felügyelet, a kamerarendszerek igénybevételével, hát akár bírságokat kiszabásával is szerintem figyelmeztetni kellene a rendetlenkedő polgártársainkat. Meg kellene őriznünk, nagyon szép a városunk, de nagyon bosszantó, amikor olyan, főleg ha nem ide valós emberekkel sétál az ember az utcákon, és azt látja, hogy borzasztó igénytelenség van egy-egy eldugott helyen a városban. Tehát ezeket a dolgokat fel kellene számolni, meg kellene oldani. Ez egy komplex feladat, de ez irányban haladnunk kellene. A fiatal házasok támogatása továbbra is fontos feladatunk. A babaváró csomag az nagyon népszerű, és nagyon hasznos is, mint gyakorló nagyapa tudom, hogy nagyon-nagyon sok tényleg jóra szállított segítséget nyújt a babát váró fiataloknak ez a kis csomag, amivel megajándékozza a polgármesteri hivatal a újszülöttek szüleit. Az egyházakkal való kapcsolattartást azt egy kicsit én is feladatomnak érzem, és igyekszem ez irányban tenni, hogy az önkormányzat és a főfelekezetek megfelelő jó viszonyban egymással is és az önkormányzattal is legyenek. Mint magánemberről, mondaná néhány szót magáról? Hát magánemberként kevesebbet élek, mint hát közemberként, vagy orvosként. Hát ugye Karcagon élek már 41 éve, tehát mondhatjuk azt, hogy tényleg már tűzgyökeres karcagi lettem. A életkörülményeim nem különösebben, ugyanott élek ugyanabban a lakásban 30 éve, ahová még önkormányzati bérlakás szerzés kapcsán költöztem, még a rendszerváltás előtt. Hát azóta ugye első feleségemmel ugye elváltunk, két gyermekünk született, ugye Laci és Ágnes, akik szintén itt élnek Karcagon, ők optikával foglalkoznak, optikai üzletet működtetnek édesanyjuk nyomdokain és segítségével. És hát a harmadik gyermekem, Gergő, pedig hát most már gyógyszerészként szintén itt a városban, a városi kórházi gyógyszertárban dolgozik, tavaly végzett a Szegedi Gyógyszerészeti Egyetemen, úgyhogy mind a három gyermekem itt van a közelemben, hál' Istennek, úgyhogy mindennapos kapcsolatban tudok velük lenni. És hát három kis unokám is van már, mint az orgonasípok egymást követték 10 havonta a Covid alatt, úgyhogy nagyon termékeny Covid időszakunk volt, hál' Istennek ebből a szempontból. Imádom őket, minden pillanat, amit velük tölthetek, az ajándék. Hát ugye már óvodások lesznek, a legkisebb is már
ebben az évben az óvodát kezdi. Úgyhogy nagyszerű dolog. Hát Judittal, a párommal nagyon békén is szeretetben élünk, csendességünkben. Úgyhogy mennyit tudok mondani. Hát mindennapi a szabadidőmet azt részben zenéléssel szeretem tölteni, részben kertészkedéssel, meg hát olvasgatással, ami egyre inkább sajnos ezeken a tableteken és egyéb eszközökön történik. Átszokunk a irodalmi papír alapú olvasásról az elektronikus médiára. De hát ez a jövő, sajnos erre irányulunk. Hát talán ennyit, ha még. Mit üzen a választóinak? Hát először is mindig azt üzenjük, hogy menjenek el szavazni, mert ugye ez a legfontosabb. Döntsék el, hogy milyen irányú országot, milyen fejlődést akarnak a saját környezetükbe. Tehát tudjuk, hogy ez a választás nem erről szól elsősorban, hogy én leszek a kettes választókerület képviselője, vagy valaki más. Ennél jóval fajsúlyosabb dolgokról van szó, hiszen európai parlamenti mandátumok megszerzéséről van szó, és minden szavazat ebből a szempontból is számít. És hát láthatjuk, hogy milyen felbojdult világban élünk, gyakorlatilag kifordult a világ a sarkából. Egy-két évtizeddel ezelőtt elképzelni se tudtuk volna, hogy ilyen közszemlélet, ilyen elképzelések teret tudnak hódítani a nemzetközi politikában. A Brüsszelben ugye egyértelműen csalódott a Magyarország, ugye, amit annyira áhítottunk, hogy egyszer majd a európai közösségben ott lehetünk mi is, és akkor mi is részesei lehetünk. Egyszer van, amikor annak a jólétnek, amiért kialakult a II. Világháborút követő időszakban. És azt látjuk, hogy most éppen ennek a nagyszerű társadalmi, gazdasági fejlődésnek a szétrombolása folyik. Különböző gazdasági, politikai erők akarják szétzilálni az európai társadalmakat, az európai fejlettséget, az európai gazdaság piacképességét, az európai társadalmak nemzeti jellegű szerveződését. Ugye tudjuk a hármas csapásokat, ugye a háború, a migránsválság begyűrűzése. Hát az LMBTQ mozgalmakról most szinte háttérbe lehet szorítani, mert jóval nagyobb bajok vannak. Tehát egy háború szele csapja meg Európát. Ilyen rossz hangulat, én azt hiszem 110-120 évvel ezelőtt volt utoljára Európában, az első világháború kitörése előtt, amikor szintén megállíthatatlanul, szinte belekergették a nemzeteket a háborúba a politikai erők, ugyanazok a politikai erők, amelyek most is ebbe az irányba hajtanak minket. A forgatókönyv nem változott, azóta eltelt néhány generáció, de megint 100 éve az igazi nagy háború nem volt. És most sajnos világ minden négy sarkában forranganak a indulatok, és országok, vallások esnek egymásnak. Afrika élhetetlenné válik, és elárasztják a mérsékelt jégövi fejlett civilizált országokat, azonnan menekülők, és előbb-utóbb ugye ez a kirajzás, ez tönkreteszi elsősorban az európai, de az amerikai társadalmat is. Nagyon nehéz világ előtt állunk, és ebben a felbojdultságban, háborúpártiságban bizony egy üdítő színfolt Magyarország, a magyar politikai megnyilvánulás, hiszen megpróbálunk ebben a tényleg uralhatatlan légkörben olyan politikai mesdjét találni, amiben a részben a béke keresése minden irányban a tárgyalóasztalok melletti megoldások keresése számít.
illetve hogy elkerüljük, legalábbis Magyarország elkerülje a konfliktusokat. Minden irányban jó kapcsolatokat igyekszünk ápolni, nem szabad összeakasztani a bajszunkat semmelyik konfliktusban álló félelme. Ha mi elköteleződünk valamerre, azt 100 év tapasztalata mutatja, hogy mindig rosszul jövünk ki. Tehát nem szabad azoknak a balliberális erőknek teret adni, akik ebbe az irányba akarják hajszolni a magyar nemzetet. Ha nem tudjuk megőrizni nemzeti jellegünket, ugye ennek az országnak az integritását, a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, akkor sajnos elveszhetünk a történelem süllyesztőjében. És a sír, hol a nemzet süllyed el, ugye népek veszik körül, és az ember millióinak szemében gyász könnyű. Ugye ezt a Vörös Marti 180 évvel ezelőtt írta le. Hát az utolsó két sor azért nem igaz. Ma már lehet, hogy akkor sem volt igaz, mert a nemzetek milliói nem fognak könnycseppet hullajtani Magyarország felett, csak mi magunk fogunk magunkért könnycseppeket hullajtani. Senki nem fog mellénk állni, ha mi nem állunk ki magunkért. Magyarországnak erősnek kell maradni, elkötelezettnek kiállni az érdekeiért és az elképzeléseiért, mert a tiszteletet, a megbecsülést és egyáltalán a nemzetközi politikai életben az erőnket csak itt tudjuk megőrizni. Úgyhogy ezért rendkívül fontos ez a választás, ami az Európai Parlamentbe bejutó pártösszetételt fogja meghatározni, és hogyha a Fidesz-KDNP jelöltjei minél nagyobb számba kerülnek be az európai parlamenti mandátumokkal, akkor van esélyünk, hogy Magyarország jövője még továbbra is nyitott és fejlődő tud lenni. Városunkban miért lenne fontos, hogy az új ciklusban is a jelenlegi polgármester töltse be a polgármesteri tisztséget? Hát Szepesi Tibor azért, mert ő jó. Nagyszerű polgármester. Én azt hiszem, már a polgármesteri választása előtt is igyekeztem erőltetni benne ezt az akaratot, hogy vállalja el a polgármesterséget, mert látszott, hogy nagyon alkalmas ember rá. Nagyon kommunikatív, nagyon tud az emberekkel bánni, az emberek nyelvén beszélni. Rendkívüli munkabírású, rengeteg projekt, kapcsolat, lehetőség nyílt azóta a város előtt, mielőtt ebben a ciklusban elkezdte ugye a polgármesterséget is. És nagyon örülök neki, hogy volt egy kis megingás talán, hogy vállalja, nem vállalja, de vállalja, úgyhogy a városi körzetét, képviselői körzetét leadja, és folytatja a polgármesterséget, azt hiszem mindannyiunk örömére. Köszönöm az interjút, munkájához további sok sikert kívánok. Én is köszönöm szépen a meghívást, és minden jót, jó egészséget, és szép jövőt kívánok a Karcag városának, lakosságának és az egész országnak. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!